A következő előadásban kicsit a tükörbe nézhetünk, hisz egy kutatás idei eredményeit ismerteti dr. Fehér Péter, egy olyan kutatásét, amely évről évre segít tisztábban látni, jobban érteni, miként is alakul a vezető informatikusok helyzete, illetve sorsa. Következik dr. Fehér Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense. Tisztelettel átadom a szót. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kitartó kollégákat így a délutánnak a késői részében. Szeretnék egy kicsit stílszerű lenni ebben a környezetben, illetve felhasználva a konferenciának a mottóját vagy iránymutatását. Ha nem is a Sümegi Vár, de Konstantinápolynak az ostromát láthatjuk ezen a képen. 1453-ban II. Mohamed szultán támadta meg, és hát tudjuk, hogy sikeresen el is foglalta a bizánci birodalomnak a központját. Hát mi is vezetett ide, hogy egy ilyen nagy erősséget, egy hajdani fényes birodalom központját el lehetett foglalni? Egyrészt hozzájárult ehhez az, hogy a birodalom gyakorlatilag már az összes erőforrását elveszítette, mivel hogy a kelet-római birodalmat szépen lassan minden oldalról lecsipkedték, szinte már csak egy városállam maradt és körülötte néhány terület, hát hasonló kihívásokkal küzdenek az informatikai vezetők is, miszerint nem merem azt mondani, hogy a válság miatt, de a gazdasági környezet miatt azért folyamatosan küzdködni kell az erőforrások hiányával. A bizánci birodalom küzdött azzal is, hogy annak ellenére, hogy erőforrás nem volt, még mindig azt gondolták, hogy ők egy hatalmas császárság, és a császár azt gondolta, hogy továbbra is mindenható. Ezt talán a ciók nem gondolják, de itt is érezhető az, hogy valamiféle szerepváltozás történik, amire fel kell készülni, illetve kezelni kell. Illetve harmadik terület pedig az, hogy hogyan küzdünk meg a változó technológiákkal. Konstantinápolynak a bevételét nagyban segítette egy magyar feltaláló, aki a korban még egyedi nagykaliberű ágyukat tudott gyártani, és ezzel ostromolták meg a falakat, és vették is be a falakat. Hát ha nem is ágyukról, hanem informatikai megoldásokról van szó, ez is egy érdekes kérdés, hogy mit is kezdünk vele. Kezdjük akkor gazdasági környezettel. Amikor megnéztük, hogy a vállalatok hogyan állnak, összességében a dübörgő magyar gazdaságban a válaszadóink mégis azt mondták, hogy egyelőre még az árbevételük csökken. Mi több, annak ellenére, hogy 3 éve nem kérdeztük meg, hogy mi a helyzet a válsággal, idén megkérdeztük azt is, hogy mit szólnak a válság helyzetéhez, és megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a vállalatoknak 2/3 az még mindig azzal küzd, hogy a romló gazdasági környezetben, vagy a kihívásokat jelentő gazdasági környezetben hogyan is tudja az informatikáját megfeleltetni ennek a nyomásnak, hogy kevesebb pénzből kellene talán mégiscsak jobban működni. 1/3 a vállalatoknak mondta azt, hogy nem is érezte sose, vagy már legalább kikeveredett belőle. Ugye ez alapvetően megjelenik az informatikai költségvetésben, és láthatjuk az ábrából is, hogy a válaszadóknak 44%-a mondta azt, hogy meg kell küzdeni azzal, hogy megint csak csökken az informatikai költségvetés, és csak körülbelül a válaszadók 1/5 tudta növelni költségvetését. Nyilván ilyenkor felmerül mindig a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy növekedni tudjunk, mit kell ahhoz tenni, hogy ezzel meg tudjunk küzdeni. Mindjárt válaszolok erre a kérdésre, csak előtte azért egy kis sokkoló adat még, hogy 3,5%-kal csökkent átlagosan az informatikai költségvetések mérete, inkább nagyvállalatok körében láthatjuk ezt, és nemzetközi összehasonlítást tekintve, és azt mondhatjuk el, hogy sokkal kiszámíthatatlanabb, sokkal inkább hullámzóbb az, hogy a magyar vállalatok lereagálják a gazdasági környezetet. Míg nemzetközi szinten a válság kezdete utáni 1-2 évben nagyon gyors stabilizáció történt meg, Magyarországon többször benne van ez a rángatás, hogy jó lesz majd, mégse lesz jó, mégis adunk pénzt, mégse adunk pénzt, valahogy nem tudunk kitörni ebből a körből. Hát mit tudunk tenni, mi kellhet ahhoz, hogy mégiscsak nagyobb pénzek felett tudjunk diszponálni? Nem biztos, hogy az informatikán múlik ennek a lehetősége. Nagy eltérést abban tapasztaltunk, hogy azok a vállalatok tudták növelni informatikai költségvetésüket,
ahol az informatikai szervezetnek egy erősen innovatív kezdeményező és a verseny pozícióját a vállalatnak kiszolgáló szerepe van. Tehát, hogyha ez egy versenyképességi tényező, akkor adunk arra pénzt, akkor arra lehet pénzt kapni. Ellenben, hogyha tényleg csak egy háttérkiszolgáló elemként jelenik meg az informatika, inkább költséghelyet jelent, inkább nyúlnak hozzá vállalatok, és csökkentik a költségvetéseket. Érdekes az is, hogy az informatika megítélése, szerepének megítélése hogyan alakul. Évek óta látjuk azt, hogy eltérés van abban, hogy az informatika vajon csak végrehajtja az üzleti oldalak elvárásait, vagy maga is fel tud lépni, és elfogadják azt, hogy fellép innovációs ötletekkel. Mint láthatjuk, az évek során, az elmúlt 5-6 évben ez az olló kicsit összezárulni látszódik. Tehát igenis van arra lehetőség, mind az informatikai válaszadók, mind az üzleti válaszadók nézőpontjából tekintve, hogy az informatikának legyenek ötletei, és ezeket el lehessen fogadtatni. Ennek ellenére még viszonylag, még mindig nagy a különbség, de a tendencia megvan, és ez egyben egy lehetőséget is jelent, hogy kitörjünk ebből a csak kiszolgáló szerepkörből. Ha megnézzük, hogy a stratégiai szinten hogyan kommunikálódik le, azt látjuk, hogy még mindig inkább az üzleti stratégia az, ami meghatározza, hogy mit kezdjünk az informatikával, de ez a 29%-os arány, amiben egy partneri kapcsolatot jelölnek a válaszadók, ez megint csak reménykedésre ad okot, hiszen itt akkor el lehet mondani azt, hogy milyen lehetősége is vannak az informatikának, hogyan is történhet meg az értékteremtés. Hogyha profilokat akarnék mutatni arról költségvetés növelő, költségvetés csökkentő vállalatok között, a növelés nem hiszem, hogy most már meglepetést okoz. A csökkenésről egyelőre kevésbé beszéltünk, de látszik itt a profilban, hogy inkább egy megvalósító, egy kiszolgáló jelleget foglalnak el ezek a vállalatok. Egyértelműen egy költséghely szerepkörben lehet ezeket a vállalatokat elképzelni. Hát, hogyha költségeket csökkentünk, akkor viszont valami olyan intézkedéseket is hozni kell, amiket annyira nem szeretnénk. Az elmúlt években ezzel kapcsolatban is láttuk, hogy viszonylag hullámzó volt a mozgás, de nagyjából ezek a trendek, hogy mit is akarunk kezdeni, hogyan is csökkentsük a költségeket, megmaradtak. Az szinte már evidencia, hogy informatikai területekre új embereket nem tudunk fölvenni, abból kell gazdálkodnunk, ami van. Hál' Istennek azok az évek viszont elmúltak, amikor nagyon rángatósan el kellett embereket bocsájtani, vagy néhány vállalat jelezte azt is, hogy hát ha embereket nem is kellett elbocsájtani, de az informatikusok fizetését kicsit vissza kellett fogni, és akkor esetleg elmentek maguktól. Ez nem tesz jót az állandóságnak, nem tesz jót a kiszámíthatóságnak, most már inkább az a stabilitás, hogy nem lehet új embereket fölvenni, de ebben legalább, hogy erre legalább lehet számítani. A másik irányvonal az, hogy megpróbáljuk valamilyen módon költségszintjeinket beszállítóink oldaláról, beruházások oldaláról, esetleg a tanácsadók igénybevétel oldaláról visszafogni. Ugye ezeket inkább válságintézkedésekként szoktuk megnevezni, de ha belegondolunk azt, hogy folyamatosan kontrollálni tudjuk a költségeinket, és megnézzük, hogy mire adjuk ki a pénzt, ez igazából válságidőszakon kívül is egy feladat lenne. Csak hogyha inkább rendelkezésre állnak a források, nem biztos, hogy annyira odafigyelünk ezekre a kérdésekre. Ha megvizsgáljuk azt, hogy mik a további tervezett intézkedések, tehát hogy milyen területen kívánnak a vállalatok spórolni, megint csak azt látjuk, hogy a fejlesztések területén gondolják azt, hogy egy sokkal erőteljesebb kontrollal, megtérülés számításokkal, esetleg a szállítóknak, az árainak a letörésével próbálnak operálni. Ugye ez a kényszerű fele a költségcsökkentésnek, ugyanakkor mind tudjuk azt, hogy költségcsökkentéseket ilyen módon csak időlegesen lehet fönntartani. Sokkal inkább szükségesek olyan fejlesztések, amelyek megváltoztatják a működési modelljeinket, és ezáltal teszünk szert akár üzleti bevételre, akár üzleti vagy informatikai területen költségcsökkenésre. Éppen ezért mi minden évben szoktuk vizsgálni azt, hogy melyek azok az aktuális informatikai fejlesztési területek, beruházási területek, melyeket a válaszadók meg szoktak jelölni. Nem meglepő talán, hogy mai napon is már tárgyalt mobil informatikai terület, az 3 éve mióta ezt a területet vizsgáljuk,
folyamatosan az élbolyban található, és továbbra is ez a leginkább kedvelt fejlesztési terület. Kedvelt, vágyott, részben most már kényszerből megvalósított. Ebben is látunk egy kisebb csökkenés, de ennek az oka az, hogy általában a fejlesztési kedv a vállalatoknál valamelyest csökkent. Korábban inkább azt láttuk, hogy a viszonylag egyszerűbben megvalósítható mobil informatikai megoldásokat pártolták a vállalatok. Legyen e-mail, legyen valami csoportmunkaeszköz, praktikusan valami file megosztás, amit mobilról is el lehet érni. Tervezett kategóriában ugyanakkor azt látjuk, hogy sokkal inkább kitágul a kör, megjelennek informatikai felügyeleti, üzleti felügyeleti megoldások, megjelenik az, hogy egy CRM rendszert el tudjunk érni, tehát megjelenik az üzleti felhasználási kör, azaz az informatikai, mobil informatikai megoldás egyre inkább az üzleti területeknek a kiszolgálójává válik. Csökkenő tendenciát látunk ugyanakkor az informatikai szolgáltatás menedzsment fejlesztéseknek a területén. Itt is volt egy 3 éves csúcsidőszak a válság kitörése után, nagyjából azzal a filozófiával, hogyha máshol nem tudunk fejleszteni, legalább a működésüket rakjuk rendbe, ez ugyanakkor az utóbbi években erőteljesen visszaesett, annak ellenére csak 30% az utóbbi évben, hogy a tudatos informatikai szolgáltatásmenedzsment valamilyen módszertannal alkalmazó vállalatok aránya majdnem ennek a duplája. Tehát annak ellenére, hogy a vállalatok használják ezeket a megközelítéseket, azért van egy évről évre történő kivárás, hogy jó az úgy, ahogy van, viszonylag kevesen vágnak bele abba, hogy egy kicsit javítsanak rajta, kevesen vannak azok, akik erre erőforrást tudnak fordítani. Harmadik ilyen kiemelt területként szeretném megmutatni a projektmenedzsment módszertanok, projektmenedzsment gyakorlatnak a fejlesztését. Ugye ez már a válságintézkedések területén is egy kiemelt megoldási irány volt, hogy tudatos a projektmenedzsmenttel, kontrolláljuk jobban a beruházásainkat. Ugye itt is egy visszaesés látunk. Ugye nagyon sok helyen kialakultak nagyon részletes projektmenedzsment szabályzatok. Amit egyébként korábban is csinálni kellett volna, azt tényleg jobban kezdték a vállalatok kontrollálni és betartani. Most már az utóbbi 2 évben nagyon kevés vállalat nyúl hozzá ehhez a területhez. És végül az utolsó olyan kiemelt terület, sláger terület, amiről ma szintén volt szó, a felhő alapú beruházások vagy felhő alapú fejlesztéseknek a területe. Itt a Snowden-es év után volt egy erőteljesebb visszaesés, most pedig egy kisebb növekedési kedv indult meg. Azt is látjuk, hogy a kisvállalkozói terület, vagy kisvállalatok területéről kicsit átrétegződik a fejlesztés a nagyvállalatok irányába, tehát most már nagyvállalatok is kezdik leküzdeni azokat a kihívásokat, melyek korlátjai voltak a beruházásoknak. Ugyanakkor látjuk azt, hogy a felhő iránya az inkább a saját felhőnek a kiépítése, és inkább ellenérzések vannak a publikus felhővel kapcsolatban. Tehát a vállalatok inkább megcsinálják a saját maguk megoldásaikat, mert hogy az jogilag, biztonságilag, felügyeletileg, kontrollilag jobban befolyásolható, és viszonylag kevesen mennek ki a nyilvános felhőbe. Alapvetően mire is használjuk a felhőt? Kollaboráció, e-mail, webes alkalmazások szinte visszaköszön az, hogy mire is használjuk a mobil megoldásokat. Ez az a 3 nagy terület, amiket meg akarunk a felhő technológiával támogatni. Míg mondjuk a kicsit bonyolultabb megoldások, mint mondjuk egy disaster recovery site, katasztrófa visszaállítási helyszín, vagy egy célzott, egy célzott adatfeldolgozási megoldás, válaszadóknak csak a néhány százalékában fordult elő, hogy ezt felhőben szeretnék megvalósítani. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy mit várnak felhőtől a vállalatok, vagy egy ilyen semleges, nem változik a költségszintünk, vagy pedig költségcsökkenésre lehet számítani. Hozzátenném azt, hogy költségcsökkenés várható, ugyanakkor rengeteg félelem terület van, hogy miért is nem megyünk ki a felhőbe? Ugye láttuk, hogy volt egy nagyobb visszaesés, egy enyhe növekedés a felhők területén. Mennyire bízunk a felhőszolgáltatónkba? Tudjuk-e azt, hogy mit csinál? Tudjuk-e ezt, hogy hova teszi az adatunkat? Egyáltalán mi magunk tudjuk-e azt, hogy
elhagyhatja a vállalat területét, elhagyhatja az ország területét, Európai Unió területét az adat, mennyire vagyunk alkuképesek egyáltalán felhőszolgáltatóval szemben. Mikor kitört ez a Snowden-es ügy, akkor többen beszélgettük azt, hogy hát akkor itt az ideje, hogy átálljunk a nagy amerikai felhőszolgáltatókról a nagy európai felhőszolgáltatókra. Hol vannak ezek a nagy európai felhőszolgáltatók, amikre át tudunk állni? Ugye van egy korlátunk abban, hogy mi is az alternatívája az egyébként költséghatékony megoldásoknak. Összességében, hogyha iránymutatást kellene adni, látszik, hogy itt nagyon sok technológia van, amiket fel lehet használni, ugyanakkor azt is látjuk, hogy rengeteg kérdés kapcsolódik hozzájuk. Konstantinápolyt technológiai újításokkal is sikerült bevetni. Egy új, modern, nagy hatótávolságú, nagy kaliberi ágyúval, a hajóknak a szárazföldön való átmozgatásával, mindazzal, amit az Oszmán Birodalom fel tudott mutatni. Talán mi az informatikai területen nem vagyunk egy Oszmán Birodalom, de látszik, hogy megvan az igény arra, hogy hozzátegyük a magunk innovációs részét. Leonardo hozzátette a harcászatban, jelenlévő informatikai vezetők előtt is ez a kihívás van. Köszönöm szépen a figyelmet!